Köszöntöm a Sóvidék televízió nézőit! Mai adásunkban ismét a Marosvásárhelyi Topmed Magánkórházba látogatunk, ahol Haddadi László kardiológus főorvossal fogok beszélgetni a szív- és érrendszer működéséről és azok betegségeiről. Nézzenek minket! Tisztelettel üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, illetve azt, hogy itt lehetünk a TopMed kórházban is beszélgethetünk. Jó napot kívánok én is mindenkinek. Én is köszönöm nagyon ezt a lehetőséget, hogy most ez a beszélgetés megtörténhet. És akkor várom a kérdéseket, hogy lássuk. Az igazság az, hogy már a kardiológia szakterületről ebben a kórházban volt egy beszélgetésünk, de annál inkább örülök, hogy egy más szempontból, egy más szemmel, egy más orvos szemével láttathatjuk ezt az orvosi szakterületet. És rögtön az elején szeretném megkérni, hogy beszéljen a nézőinknek arról, hogy mit is jelent a kardiológia, mivel foglalkozik ez a szakterület. Tehát egészen pontosan egy kardiológus vizsgálatokat végez, vagy csak vizsgálatokat végez-e, vagy műtéti beavatkozásokat is? Hát a kardiológia magyarul szívgyógyászatot jelent, és a kardiológusok pedig a szívorvosok. Nem csak a szívvel, hanem az érrendszerrel is foglalkozunk. A szív-érrendszeri betegségeket próbáljuk meg diagnosztizálni és kezelni, tehát felismerni, és többé-kevésbé invazívan kezelni. Ez azt jelenti, hogy nem csak diagnosztikus eljárásokat végzünk, tehát nem csak megvizsgáljuk a beteget, illetve kiértékeljük a különböző vizsgálatoknak az eredményeit, hanem gyógyszeresen, illetve egyéb módszerekkel is megpróbáljuk őket kezelni. Nem tartom ezeket műtéti módszereknek, mert tulajdonképpen ez a sebészetnek lenne a feladata az, hogy operáljon. Van külön szívsebészet is, az egy teljesen más szakma. A kardiológus viszont el tud végezni minimálisan invazív szívérrendszeri beavatkozásokat, hogyha van egy külön szakképesítése erre, ezt hívjuk intervenciós kardiológusnak, illetve intervenciós kardiológiának, és ezekkel a minimálisan invazív beavatkozásokkal bizony elég sok mindent meg tudunk ma már gyógyítani. És elkerülni azt, hogy valaki egy klasszikus szívsebészeti beavatkozáson essen át. Most talán a szavaknak a hangzása, a jelentése úgy adja az igazi jelentését is, de azért megkérdezném, hogy van-e különbség a kezelés és a gyógyítás között? És ha igen, akkor hogyan lehetne ezt megfogalmazni, vagy különbséget tenni mondjuk a kettő között? Kezelni minden orvos kezel, gyógyítani elsősorban jó Isten gyógyít. Azt mondanám, hogy valamennyire a gyógyítást úgy tekintem, hogy egy komplexebb dolog. Tehát nem csak a testi bajait próbáljuk meg gyógyítani az embernek, hanem a lelki problémáit is megpróbáljuk orvosolni, megpróbáljuk gyógyítani, és ezáltal lesz teljes az egész. Tehát az egész kezelés ezáltal fog teljes lenni. Szinte sohasem elég az, hogy csak elmondjuk, hogy itt el van dugulva egy ér, ezt ki kell nyitni, és utána jó lesz, mert általában nem lesz elég ez, hanem el kell szépen magyarázni, és törekedni kell arra, hogy a beteg megértse azt, hogy mi a problémája, és hogy milyen következményei vannak az ő betegségének, illetve milyen következményei vannak a kezelésnek, aminek alá lesz ő vetve. Na most laikusokként is nagyjából tudjuk, vagy érezzük azt, hogy milyen súlya van annak, hogy a szívünk jelenti az életet, tehát elképzelhetetlen az élet, a szív működése nélkül, de mégis mit lehet elmondani a szívnek a funkciójáról a szervezetünkben? Hogyan lehet ezt mondjuk röviden leírni egyáltalán? Mit jelent, hogy ver a szívünk? Mitől ver a szívünk? Hát ő a motor. Hogyha a motor nem működik egy autóban, akkor az az autó nem fog elindulni többet. Tehát egyértelműen szükségünk van rá. Egy izmos pumpa, aminek az a feladata, hogy a vérkeringésünket fenntartsa. És nélküle ugye nem működik a szervezetben semmi, mert nem jut el a vér a különböző testrészeinkhez, szerveinkhez. Attól ver, hogy van egy saját automáciája, tehát egy olyan része, ami önmagától ingerületet gerjeszt, bizonyos frekvenciával, percenként 50-nel, 60-nal, 70-nel, 80-nal,
hogy mi a normális, a tankönyv szerint 60 és 100 között a szívfrekvencia normális, tehát nem kell megijedni, hogyha valakinek 90-es mindig a púzusa, vagy 100-as mindig a púzusa, ez is teljesen normális lehet. De egy 50-es púzus is lehet akár normális. Gyógyszerektől is függ. Ez jelenteni a szívritmust? Igen, igen, igen. És mit jelent, illetve mitől történik meg a szívritmus zavar, amiről olyan sokat hallunk, de igazából ismét mondom, laikusokként nem igazán tudjuk, hogy mit jelent. Hát a szívnek rengeteg ritmuszavara van. Ugye Murphy is megmondta, hogy ha valami el tud romolni, az el is fog romolni. A szívnek egy elég komplex elektromos rendszere van. A pácienseknek szoktam úgy magyarázni, mint egy házban a villanyszerelés, aminek több központja is van, több központ is irányítja, és bármelyik ezek közül elromlik, szívritmus zavart idéz elő. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, vagy túl lassan, vagy túl gyorsan, vagy össze-vissza ver a szív. Ezek közül bármelyik megtörténhet, mindegyik szívritmus zavart jelent, és eléggé eltérő kezelése van. Van, aminek nincsen ritmuszavar ellenes kezelése, viszont szükséges például vérhigító kezelés. Van olyan betegség, aminek gyógyszeres, ritmuszavaros ellenes kezelésre van szüksége, illetve vannak olyan lassú szívverésre járó betegségek, amikor pacemaker kezelés szükséges. Tehát egy ilyen szívritmus szabályozó készüléket ültetnek be a betegnek, és az segíti a szívet, hogy ismét normálisan tudjon működni. Nem is olyan régen hallottam egy olyan módszerről, hogy a szívritmus zavart úgy korrigálják, hogy megállítják a szívet és újraindítják. Ez mit jelent? Hát ez azért egy elég régi dolog már, sok tíz éve kitalálták már, amiket a filmekben is mutatnak, amikor két ilyen vasalószerű dolgot rátesznek a mellkasra, és egy elektromos sokkal kiütik a szívet. Gyakorlatilag a szívizom sejteknek az elektromos aktivitását próbálják meg ezzel szinkronizálni. Tehát egy nagyon rövid, egy pár másodperces megállásról van szó, és akkor mivel mondtam, ugye a szívnek van ez az automata rendszere, ami önmagától működik, ő újra fog indulni, viszont legalábbis ebben reménykedik az orvos, amikor elvégzi ezt a dolgot, ezt a beavatkozást. Nem úgy indul újra abban a rossz szívritmusban, ahogy volt addig, hanem egy normális szívritmusban. Természetesen rövid altatás szükséges hozzá, egy olyan 5-10 perces altatás, úgyhogy a páciens nem érez semmit közben. És van ennek rizikója, illetve... Hát mindennek van rizikója, de attól függ, hogy miért csinálják pontosan ezt a beavatkozást. Leggyakrabban pitvarfibrillációnak a konverziója miatt, ez azt jelenti, hogy a pitvarfibrillációt, ami a leggyakoribb a ritmuszavarok közül és szabálytalan szívritmust jelent, úgy szüntetik meg, hogy a szívizom sejteket ezzel az elektromos impulzussal hirtelen arra kényszerítik, hogy ismét normálisan verjenek. És hát a pitvarfibrillációnak önmagában az a rizikója, hogy vérrög képződhet a szívben miatta, és ez a vérrög akkor, amikor ismét elkezd normálisan összehúzódni a szív, elindul és bárhol a szervezetben megáll, agyérgörcsöt, szívinfarktust vagy egyéb érelzáródást okozva. Emiatt mindig vérhigító kezelést adunk egy ilyen beavatkozás előtt, hogy ilyesminek, tehát hogy ennek a rizikóját minimálisra lecsökkentsük. Különben ez egy gyakori beavatkozás? Viszonylag igen. Igen. Tehát ez egy rutin beavatkozás. A szívnek az élettartamáról mit lehet elmondani? Tehát mennyi lehet, persze gondolom változó, de mennyi a... Megegyezik az egyén élettartamával nyilván, de... Tehát a legidősebb dokumentáltan, a legidősebb ember ugye 122 évet élt és felett, és ennyit élt a szíve is ugye vele együtt. De mitől áll meg mondjuk valakinek a szíve, illetve magának a szívnek a károsodása az összhangban, illetve összefüggésben van-e a többi szerveknek a károsodásával? Mindennel összefüggésben van. Vannak eredendően szívbetegségek, tehát a szív betegszik meg először, és egyéb szervek betegszenek meg utána, de az egyéb szervek betegségei is kihatnak a szívnek kihatnak a szív működésre, és például a veseelégtelenségben, vagy májelégtelenségben, tehát különböző egyéb szervi betegségekben a szív is előbb-utóbb beteg lesz, és kezelést fog igényelni. És mondjuk egy transplantáció esetében, ha egy idősebb beteg kap egy fiatalabb szívet, akkor azt a fiatalabb szívet legnagyobb eséllyel az idős egyéb szervek ölik meg egyszer csak, vagy éppen elérhet sokkal többet is, mint mondjuk, ha a saját szívével élt volna?
Hát ez egy jó kérdés. A legidősebb, tehát a legtovább élt transzplantált, szívtranszplantált beteg, úgy tudom, hogy 45 év után halt meg a transzplantáció után. Viszonylag ritka az, hogy ilyen sokáig kitartson a transzplantált szív. Sokan úgy gondolják a transzplantációról, hogy utána egy teljesen új és normális életet tud élni az egyén. Sajnos nagyon sok gyógyszer van utána is, tehát immundeprimáló gyógyszerek, olyan gyógyszerek, amik meggátolják azt, hogy a szervezet kilöki az átültetett szívet. És ennek az immun kezelésnek, az immun elfolytó kezelésnek a következményeképpen egyéb betegségek állhatnak elő, fertőzések például, sokkal könnyebben megbetegszik egy ilyen immundeprimált egyén különböző fertőzésekben, de egyéb betegségek is lehetnek, akár daganatos megbetegedések is. Tehát mindazok a problémák, amiket az immunrendszer normálisan megold, úgymond a szervezetben, külső segítség nélkül, ilyenkor reális problémákká válnak, és a kezelőorvosnak külön gyógyszereket, új kezeléseket kell, tehát például antibiotikus kezelést adni egy olyan fertőzésre, amire amúgy nem kellene. Vagy daganatos betegségeket szűrni időnként, mert nagyobb az esélye, hogy megjelenjenek. Viszont nálunk is elég jó eredmények vannak a transzplantációval, tehát tényleg úgy nagyjából megfelel annak, ami van külföldön is, ami a hosszú távú túlélést jelenti. Annyi, hogy jóval kevesebb a Romániában szívtranszplantációból, mint külföldön, mert nagyon kevés a donor, tehát nem ajánlják fel a szerveket, illetve külföldön van egy Európában nyugatabbra egy picit tőlünk, már Magyarország is benne van az Eurotransplant programban, ami azt jelenti, hogy több országban, hogyha megjelenik egy adott donor, akkor ő neki a szervét adhatják egy másik országban is, Románia nem tagja ennek, tehát Romániában szívet, vagy egyéb szervet is, csak Romániából kaphat egy recipiens, tehát egy olyan ember, aki vár egy ilyen szervre. És ennek mi lehet az oka, hogy Románia mondjuk nincs benne ebbe a hálózatba? Hát ez egy egészségügyi politikai döntés lenne, úgyhogy ez szerintem innen van. Tehát ez lehetne az oka, hogy meg kell hozni egy egészségpolitikai döntést ilyen irányban. Most rátérve konkrétan a TopMed kórházra, önök milyen szívbetegségekkel vagy érrendszeri betegségekkel találkoznak a leggyakrabban mondjuk úgy ebben a kórházban? Hát, mint mindenhol a kardiológiában az érelmeszesedéssel és annak a szövődményeivel találkozunk, és mint ilyen, ugye a szívnek az ereje, tehát a szívnek a saját ereje, amik úgy veszik körbe a szívet, mint egy koszorú, ezeket hívjuk koszorú ereknek. Ha megbetegszenek az érelmeszesedés miatt, akkor lesz a koszorú érelmeszesedés. Ez a leggyakoribb szívbetegség a világon, nem csak itt nálunk Romániában. Ebben halnak meg a legtöbben a világon, az érelmeszesedésben. És nem csak a szívnek, hanem egyéb szerveknek is az erei, nyaki erek, a kéznek az erei, a lábaknak az erei, tehát még hasi szerveknek is az erei, veséknek, tehát bárminek az erei megbetegedhetnek, érelmeszesedéses elváltozások alakulhatnak ki, amik azt fogják eredményezni végső soron, hogy ezek az erek beszűkülnek, és nem fog rendesen vért kapni az illető szerv, és akkor nagyon változatos tünetek jelennek meg. Például a szív, hogyha hirtelen nem kap vért, akkor szívinfarktus alakul ki, hogyha az agy nem kap vért hirtelen, akkor agyérgörcs alakul ki, hogyha a vese nem kap rendesen vért, akkor vese elégtelenség fog kialakulni, hogyha a láb nem fog vért kapni rendesen, akkor pedig perifériás érszűkület alakul ki, ilyen fekélyekkel, sebekkel a lábon, elég nagy fájdalommal. Tehát nagyon-nagyon változatosak ennek a betegségnek a tünetei, de valójában ugyanarról a betegségről van szó, az érelmeszesedésről. Na és akkor hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent az, hogy érelmeszesedés, mi ennek az oka, mivel lehet esetleg megelőzni, vagy mondjuk lassítani, mert ha jól értettem, akkor megelőzni teljesen nem lehet. Sajnos nem, és nem tudjuk a pontos okát sem, valamennyire civilizációs betegség. Érdekes, hogy amikor az egyiptomi mumiákat
ugye megvizsgálták, akkor már náluk is találtak élelmeszesedéses elváltozásokat, tehát legalább 3000 éve velünk van ez a betegség. A mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi okozza. Tudjuk azt, hogy vannak rizikó tényezői, tehát férfiaknál gyakoribb a betegség, például a betegeink 70%-a körülbelül férfi. Idősebb korban szintén gyakoribb betegség, férfiaknál 40, nőknél 50 év fölött inkább. Cigarettásoknak nincs jó hírem, mert náluk szintén gyakoribb ez a betegség, illetve a cukorbetegség, magas vérnyomás, ezek mind nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy megjelenjen, illetve hogy előrébb haladjon. És nagyon fontos az, hogy van egy nem befolyásolható dolog, tehát a genetikai tényező, amit öröklünk. Akinek a felmenői között volt élelmeszesedés, annak nagyon, tehát nagyon, annak nagyobb az esélye, hogy ilyen betegsége lesz az élete folyamán, mint olyan személynek, akinek soha nem volt a családjában. Most anélkül, hogy nagyon belemennénk a részletekbe, mert talán érthetetlen is lenne, de mit jelent ez az érelmeszesedés fizikailag? Tehát hogy kell elképzelni, hogy mi történik az érrel, a falával? Hát az érnek a fala elsősorban megvastagszik, ilyen zsíros anyag, koleszterin és egyéb anyagok is lerakódnak az érfalban, fokozatosan beszűkítik az érnek a belvilágát, és mész, kalcium, mész rakódik le később ebbe a zsíros anyagba, egészen addig, ameddig az ér akár tényleg olyan, annyira elmeszesedhet szinte, mint egy csont. És ezt a boncolásoknál írták így le, hogy érelmeszesedés, ott találták ki a fogalmat, mert egyszerűen úgy nézett ki az ér, mint egy elmeszesedett dolog. Tehát ez egy keménységet jelent gyakorlatilag? Igen, igen. Egy nagyon merevvé, keményé válik az ér, és be van szűkülve, tehát a normálisan pulzáló, átjárható érből lesz egy merev cső, ami idővel ráadásul be is szűkül fokozatosan, és vagy akár gyorsabban is, hogyha hirtelen abból van általában a nagy baj, és akkor szokták hívni a mentőautót, olyankor lesz, mondom, a szívinfarktus vagy a stroke, az agyérgörcs. Gyakorlatilag elveszti a belvilágának, a térfogatának egy részét, és kevesebb vér megy át rajta. Igen, így van. És a szív többet kell, illetve nagyobb erőfeszítést kell kifejtsen, hogy átlöki a vért rajta, ezt így kell? Akár az is, de tehát főleg a szívnek a saját erejéről van szó, tehát például a szívinfarktus esetén. A szívnek van kettő, egy bal és egy jobb koszorú ere, és bármelyik, illetve az ágaik, bármelyik ágon ilyen elváltozás alakul ki, és szűkület vagy elzáródás alakul ki, annak ez lesz a következménye, hogy az a szívizom rész, amit ellátott vérrel az az érszakasz, az nem fog működni, nem fog összehúzódni, a szív legyengül, a szívben szívritmus zavarok alakulhatnak ki, illetve extrém esetben akár meg is állhat. Akartam is kérdezni, hogy mit jelent a szívinfarktus, de akkor erre nagyjából hát ez kaptunk, volt a szívinfarktus, kaptunk igen. Egy választ, viszont ha jól értettem, és a korábbi információimból is arra merek következtetni, hogy a szívinfarktus és a szívmegállás az nem egy és ugyanaz. Persze, hogy nem. Tehát a szívinfarktus az ez a folyamat, amit elmondtam az előbb, hogy az ér elzáródik, de hirtelen elzáródik általában úgy, hogy ezen az érelmeszesedéses lerakódáson még egy vérrök is képződik, ami hirtelen képződik, mert az érelmeszesedés az évek hosszú sora alatt kialakuló folyamat. És a vérrök képződés az pedig órák alatt. Tehát a szívinfarktus egy nagyon gyorsan megjelenő probléma. És a másik felén pedig a szív megállás, az pedig tényleg azt jelenti fizikailag, a szív megáll. Ennek sok oka lehet, ritmuszavarok is lehetnek az okai, illetve sokszor olyannál történik, akinek nincsen semmi baja a koszorú ereivel, tehát nincs koszorú ér betegsége. Mondjuk úgy, hogy az egyik a háznak a vízvezetékrendszere, az érrendszer, a másik pedig az elektromos hálózata, mind a kettő meg tud betegedni, mind a kettő vezethet szívmegálláshoz, illetve egyik okozhatja a másikat, de nem feltétlenül kötelező, hogy egyik okozza a másikat. És gyakorlatilag akkor szószoros értelmében bármikor és bárkinek megállhat a szíve?
Hát igen, viszont a rizikója ennek azért elég kicsi. Tehát én azt szoktam mondani a pácienségnek, mert tényleg van, aki nagyon stresszel emiatt, hogy akkor főleg átesett valamilyen szívbetegségen, hogy ilyen alapon senki ki nem mehetne az utcára, mert hogyha véletlenül a fejembe esik egy cserép innen a házról, ami előtt elmegyek, akkor mi fog történni? Tehát akkor így nem lehetne élni. Nagyon kicsi az esélye, hogy ilyesmi megtörténik egy épp szívvel. Egy beteg szív az más, de egy épp szívvel azért nem nagyon szokott ilyesmi előfordulni. Ha valakinek megáll mondjuk a szíve, akkor mennyi idő elteltével lehet még mondjuk úgy újraindítani, hogy ne károsodjon, vagy egyáltalán károsodik-e minden esetben a szív? A szív az sokkal később fog károsodni, mint az agy. Tehát egy olyan 3-5 percre van idő. 3-5 perc után az agy fog károsodni, és bár a szív lehet, hogy újra fog indulni, de hogyha nincsenek az újraélesztés manőverei elvégezve, tehát mellkasi nyomások, van erre egy külön protokoll, akkor neurológiai károsodás lesz az, ami miatt a beteg úgy marad kómában, és az tényleg csak a filmeken szokott lenni, hogy nagyon ritkán valaki felébred belőle, mert én nem igazán láttam még, és praktizálok már egy ideje. Tehát akinek nem idejében történt meg az újraélesztése, az sajnos elveszítjük általában, emiatt, hogy neurológiai károsodása lesz. Most arra kell gondolni, hogy például szívtranszplantáció az egyik városból átviszik azt a kivett szívet a másikba. Tehát egy szívnek egy ilyen 4 óra, 3 óra, 2 újraindítás között nem olyan nagy probléma. Tehát nem ott van a probléma. A probléma mindig az agyműködéssel van, hogy 3-5 perc után az agy nem fog újraindulni, hogy úgy mondjam, és nem tud felébredni a páciens. Mit tehetünk azért, hogy mondjuk egészségesen tartsuk a szívünket? Tehát milyen tippeket lehetne adni mondjuk a nézőinknek? Étkezés, torna, milyen életvitel ajánlott? Hát, mivel ugye az érelmeszesedés a leggyakoribb betegség, inkább mindenki ezt mondja, hogy az érelmeszesedést és annak szövődményeit lenne érdemes megelőzni, és mégpedig úgy, hogy a különböző rizikó tényezőket minimálisra csökkenteni. Tehát ha valakinek magas a vérnyomás, akkor kezelhetesse azt a magas vérnyomást, akkor is, hogyha ez egy olyan betegség, ami ugye nem fáj, vagy hogyha cukorbeteg, akkor a vércukorkontroll minél optimálisabb legyen, és helyesen legyen kezelve a betegség. Hogyha cigarettázik, akkor gyorsan tegye el azt a cigarettát, és soha többet ne vegye a kezébe. De tényleg, tehát 10 évet legalább ellop a cigarettás embernek az életéből a cigi, így a tanulmányok alapján. Nem hiába írják rá a dobozra, és tényleg már csapból is ez fejik, de azért, mert probléma van vele. Egyéb életvitelszerűen rendszeres testmozgás, tehát az sem hiába mondják tévében, rádióban, hogy legalább 30 percet valamilyen mozgásformát végezzünk naponta, minimum 5 nap egy héten. Komoly tanulmányok vannak erről, hogy aki így él, az tovább él, mint az, aki inaktív életet folytat. Tehát valamilyen sportot, nem kell performáns sportra gondolni, nem kell ultramaratont futni. Naponta egy 30 perces séta is sokkal több, mint hogyha egész nap csak ülünk a fotelben. És a diétával pedig egy egészséges, változatos étrendre van szükség, hogyha nincsen egyéb betegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, akkor egy minél változatosabb, friss zöldségben, gyümölcsben, gazdag és kevesebb állatérdetű terméket tartalmazó étrendre van szükség. Nem kell vegetáriánusnak lenni nyilván, de nem állhat csak húsból sem az étrendünk. És ha most valakivel megfogalmazódik az a kérdés, hogy igen, de egy 30 perces séta mit segít, azt nagyon egyszerűen hogy lehet elmagyarázni, hogy miben segít az a 30 perces mozgás, vagy bármilyen jellegű sport? Hát mindenféle sporttal együtt jár az, hogy a szívünknek a kondíciója javul. Tehát úgy kell elképzelni, mint a testépítőt, aki jár a tornaterembe, és akkor ő edzi magát, edzi az izmait. A szívizomnak is szüksége van erre az edzésre. De nem olyan szinten, hogy akkor most hirtelen 3 perc alatt egy nagyon nehéz fizikai munkát végezzünk,
hanem kisebb terhelésre, ami viszonylag hosszan tartó. Tehát azért van az, hogy legalább 30 perc. És ezáltal lesz az, hogy különböző, tényleg sok tanulmány van erről, ami kimutatta azt, hogy egy rendszeres testmozgással tovább élnek az emberek. És ha valaki profin sportol, akkor az lehet egy túlságosan nagy megterhelés, ami aztán az életnek a lerövidítéséhez Egy adott pillanatban igen, viszont nem hiába ugye sportorvoshoz kell járjanak évente a profi sportolók, illetve a profi sportot is általában ugye 20-30 éves korig űzik az emberek, nem pedig nagyon-nagyon hosszú távon. 40 éves kor az a határ, hogyha 40 évesen valaki arra adja a fejét, hogy eddig semmit nem csinált, és akkor most el akar kezdeni valami komolyabb sportot, hogy akkor érdemes elmenni kardiológus orvoshoz. Még egyetlen utolsó kérdés itt. Mit jelent és mennyi problémát okozhat a szívnek, illetve a szervezetünknek a stressz? Ugye a stressz nélküli életet szinte elképzelhetetlennek tartjuk manapság. Mit gondol erről, hogy ez mekkora kárt okozhat a szívnek, mondjuk egy cigarettához hasonlítva? Hát a cigaretta szerintem körülbelül, tehát a két fő rizikó tényező a genetika és a cigaretta. Ők a két legrosszabb. A stressz is utánuk következik, de nem sokkal. Mindenki stresszes életmódot folytat. Tehát egy kollégákkal így beszélgetve azt mondta az egyikük egyszer, hogy körülbelül 80% a rendelésnek pszichológiából áll, mert mindenki jön, hogy elmondja a gondjait, és pont a kardiológus találta meg, akinek elmondja, hogy ő miért él úgy, ahogy él, és olyan stresszesen. És elég sok problémát vissza lehet rá vezetni, akár egy magas vérnyomás betegség is rendeződne, hogyha kevesebb pszichés stressznek lennénk kitéve, de nyilván ezt nem lehet megvalósítani, viszont ezt meg lehet, mármint azt, hogy teljesen kiiktatni, azt viszont meg lehet, hogy valaki relaxációs technikákat tanul, sajátít el, pszichológushoz jár, hogyha arra van szükség, tehát ezzel azért lehet különböző jótékony hatásokat kiváltani és eredményeket elérni a gyógyszeres kezelés mellett. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk mai adásunkban. Nagyon szívesen. Félben. Jövő héten innen folytatjuk. Köszönöm. Viszontlátásra. Bizonyára sok hasznos információ és tanács hangzott el a mai adásunk során is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Találkozzunk jövő héten is. Viszontlátásra.